ugye nem zavar senkit, ha felveszem. Nem. Legkevésbé sem. Oké. Szép lesz legalább a kötelék. Mozgok valakinél, vagy remegek? Való? Most nem úgy tűnik. Melyik vagy te, az első vagy a második? Első, vagy nem, várj, a második. Alapvetően az eredeti single player küldetés az, hogy jön rengeteg repülő, és lőjük le őket. Jó terv. Igen, tehát így 340 irányában nagyjából 3 óránál látod is a radaron, hogyha bekapcsolod. Aha, a RVR-en, nem? Mhm, uh-huh, RVR-en. Azt akartam mondani valóban. Ez a 30-es az mit? Az egy... Ezért Su-30, egy bombázó. Ó. Vannak köztük 29-esek, illetve 27-esek, meg a leírásban az van, hogy koncentrálj a Air to Groundra első körben. Tehát, hogy így az lenne a fő célpont. Balú ready. Balú. Arclight ready. Taxiing. Jó széles guruló utakat csináltak. Mhm. Uh-huh. Pont elfér rajta ez és az A10-i. Van egy-két olyan azért kifutópálya, ahol így nem is értem, hogy miért nem csináltak meg két sávosra legalább. Ja. Yeah. Kifutó nagy. Ramra vagy 3 is? Menjetek! Jó. Airborne. Betto. Dobjunk egy balost. Ott a hátunk mögött vannak. Jobbra csatlakoztam. Én meg balról jövök. Nagyjából 310 irányában látok egyet,
és 340 irányában kettőt. De lehet, hogy pont fordítva van RVR szerint. Én mind a kettő pozícióba kettőt adtok át. Most már én is. Igen, RVR szerint én is. Majd a fencint ne felejtsd el, mert világítasz. Tudom. Eléggé lassú, nem tudom. Fákjelzünk fölfele, vagy nem? Fákjelzünk? Jó. Meddig menjünk fel? Spike. Spike. Igen. ECM. Menjen. Igen, szerintem. Music on. Music on. Music on. Angels 20 elég? Jó lesz. Oké. Okay. Okay. Jövök fel egy kicsit vonalba veled. Én is egy kicsit. Mindenki vonalban vagy, ne azért besugárzás jelzőjét basztasd, meg ugye nagyobb, jobban tudunk pásztázni. Két 29-es, nagyjából két óránál. Igen, igen. Igen. Ó, bazd meg. Na. Spike, kontakt 21 ezer. 11 óra. Nekem is. Lock. Fox 3. 100% kamatokra számíts. Visszahívhatok egy óra múlva. Jó van, ez azó, jelentkezem. Kontakt 25 ezer. 12 óránál 25 ezeren. Mérek egyet én is, 21 ezeren, 1 órában. Arra már fokszoltam egyet. A 25-ösre, 25 ezeresre Fox 3. Van még egy 21 ezernél, 10, jó, oké. Okay. Fox 3. Melyikre? A bal szélsőre. Oké. Okay. Az én célpontom az fordul, flanking. A harmadikra Fox 3. Splash. Illetve nem Fox 3, mert túlélte. Jó, valaki indított. Splash. Megyek haza. Hogy? Hát ugye ellőtték a radaromat. Hidraulikát. Jó, van okay. Splash és jönnek rám, úgyhogy menekülök. Honnan? Nem tudom, 6 órámból visszafordultam 50 fok felé. Fordulok rájuk, 229-es. 16 ezeren. Jó, fordítok, szembe támadok. Szép. 29-esre 17 ezeren Fox 3. A másikat nem látom. Spike, 12 óra. Defenzív. Missile launch. Jó. Huszonkilences támadok, 29 ezer magasan.
755 csomóval tolja. Szóval nagyon nyomja. Mindkét végén égeti a fákját? Fox 3. Fox 3, 3. Javítanak, hogy... Jó, indítottak rám, kitérek. Bazzon, előttek. Missile launch defensive. Injecting. De azért a másikat is elkapta. Szép. Missile launch megint. Megint. Nem adja a láb. Egy R77-es van közvetlenül a seggedben, de már leesik. Hagyjál már békén! Egy másodperc szünet, gyerekek, és jövök vissza. Mondjuk a póttankokat nem ártott volna ledobni, bassza meg. Hittem nem nyit kereket. Bazd meg! Hogy... Ah! Már nem lehetett más neki, mint a izé. Mint... hőkövetés. Ja. Nézzük ezt a szárnyaszeget, F-15-ös. Még mindig repülsz? Hú, látom! Hajrá, hajrá! Nem szétbaszni a kipot is. Ezt mondjuk előbb is megcsinálhattad volna. Elvettem ide a végére. Ne kelljen messzire menni, érte mi? Az a baj, nincsen fék ezen most. Hidraulika nélkül. Szóval, elhúztálni. Egész sokáig bírtam. Mármint, hogy nem lőttek le. Infield 1, passing waypoint 2 at 27,000. Füstölgő ízi, az te vagy? Voltam. Ja, értem.
Airborne. Airborne. Single player-ben mondjuk ez a mission az elég kemény, mert ugye nem lőhetnek le téged, ugyanis akkor vége. Vagy legalábbis még nem jöttem rá, hogy hogy kéne újraindítani anélkül, hogy kilépnék és belépnék. Lehet egyáltalán? Kontakt 19000, 20 mérföld, Fox 3. Elbon. Mekkora geciség már, hogy kinyírtak is a rohadék. Kétszer 4000, magasan, 20 mérföldre. Cold. Kétszer Fox 3. Hopp, csak egyszer, mert a másik messze van. Szerintem még itt beteszem a balukának. Hát nem. Most a kobra. Pop-up group 327440 at 8000 cold. Jó, Airborne vagyok, beszállok. Üldözök két banditát 6 és 8 ezer magasságában, 15 mérföldre tőlem északra. Mennek fölfelé. Spike 3 óra, 2 óránál. Jó, engem szemből mér egy 29-es. Az lesz az. Magassága? Nem látom sajnos. Jogos.
Infield 1, engaging bandit at bulls 0-3-0 for 24 at 27,000. Előttem, hogy legalábbis van ott egy saját gép és... Az én vagyok. Infield 1, engaging bandit. 5000 magasan, és zuhanok nagyon gyorsan. Le kell ráznom a rakétát. Jó, szemből jövünk, segítünk. Infield 1, engaging bandit at bulls 0-3-2 for 28 at 16,000. Nem látom a rakétát, bassza meg. Én meg a célt. Azon segíthetünk, látod? Teli kettő darab Su-34. 5000 magasan 2-9. Hegyek mögött vannak. Az ECM leszek ők? Igen. Kettő egymás mellett, nagyon közel. Ja. Rájuk megyek. Gatto. Ez a 29-es az még, aki itt eltűnt. Azt szerintem épp közé. Új kell egy kicsit, de nem baj, nekünk ez pont jó. Kontakt. Sparrow short. Távolodott célt mélyre. Splash. Szép. Airspray is clear. Annyira nem, mert hogy itt van egy, előttem pont, 12 óránál, elég messze van. Én is hátulról kergetem. Milyen magasan vagy? 21,000-en vagyok. Ott van még kettő, 2-9-5 irányba. Tőlem 20 mérföld, 8000. Infield 1, engaging bandit at bullseye 037 for 28 at 16,000. Jó, aki tőled 2-9-et, én azt támadom, csak hogyha más szögből kvázi. Most volt vissza. Infield 1, engaging bandit at bullseye 038 for 28 at 16,000. Az nem az, az nekem 3 órára van, 4-re. Ez szerintem 2 Sukhoi megint. Bizony, két Su-30-as. Ott valaki alakot kinyírta, szép volt, őt akartam én is kinyírni. Szép volt, Berci. Infield 1, engaging bandit at bullseye 037 for 30 at 1700. Nekem 3 órára vagy, van valaki, aki barát. Látod a két célt? Nekem szerinte, neked szerintem 2-8 irányba. Igen, most volt. Hegyek felé mennek. Két ECM-et látok. Ők azok. Akkor egymás mellett rögtön.
dobom a zsákokat. Légi harcba pottankkal nézd be. Hát csak az elején. Amíg még van benne. De csak AI ellen. Mert az AI buta. De ezt szoptam be az előbb, hogy nem tudom elfordulni, állnom be izélt, ovosózott, azt lehetem, hogy persze az előtt van a három telitek. Hát azért kell izélt, ilyenkor én mindig fogom és full fákja és úgy izé, mert egyrészt van miből, másrészt meg akkor ha használom azt, hogy gyorsan tudok menni, és akkor ledobom menet közben. Csak jó, most ürültek ki. 2x Fox 3. Splash és splash. Illetve az egyik még rohan. Hát, meghűlök. Messze vagyunk onnan, úgyhogy írsd ki. Na, 34-esek, úgyhogy igazából nem tud mit csinálni. Infield 1, engaging bandit at goal 068 for 40 at 4500. Infield 1, splash bandit at bullseye 068 for 40 at 3500. Infield 1, splash bandit at bulls 047 for 30 at 8000. Aha. Szép. Gyakorlatilag 650-nel próbáltam fordulni, úgyhogy muszáj volt kirakni. Különben izé, különben ájulás van. Kétségtelen. Van még egy, mert nem mondta, hogy lelőttem. Úgyhogy itt van valahol a másik is. Körülbelül hasonló magasság, de lehet, hogy azóta megfordult és elhúzott haza. Meghalt már, mert kill-be neked adja. Á, értem, oké. Okay. Akkor RTB. Colt 1-1, Wizard, pop-up group 01241 at 3500 flanking. Ez a tipikus DC hozzáállás, hogy két szó 34-esek, kettőt ütegen keresztül akar hazamenni. Aha. Mondjuk remélem, hogy ezért is megjavítják kicsit az AI-t, mert nagyon buta tud lenni. Jó, szerintem én lejövök uta isire. Infield 1 is RTB at 35,000. Infield 1 passing waypoint 3 at 29,000. Infield 1 on station at bulls 015 for 35 at 29,000. Pont alattam vagy. Palást torsózok körülötted. Ja, látom. Ezért szeretem például ezért az A10-et, mert ott rohadtul az van, hogy nem kell ilyen nézelődni külön a mapon, meg nem tudom micsoda, hanem így minden meg van csinálva rendesen rajta. Pontosan. Hát igazság szerint csak azóta játszom 15-össel, amióta itt elkezdtem, hogy hívják, online lövöldözni, mert az, hogy ezt, hogy nincs lemodellezve, az, ami amikor az kurvára zavar. Uh-huh.
az egy gombra indítunk hajtóművet, és egy gombra bekapcsolunk mindent, ez nem fekszik. Csak ugyebár nincsen vadászból ilyen, illetve van a MiG-21, annak viszont ugye nincs ellenfele. Hát nem is igaz, hogy nincs ellenfele, hanem igazság szerint szerintem az így nem is erre lett. Tehát az egy sokkal korábbi éra. Tehát így persze. Igazság szerint ez körülbelül jó, van a Saber, de... Hát az meg még egy ilyen korábbi éra, tehát az a igen, túl tehát... erős a 21-es. Igen. Ez ahhoz, hogy a 21-es játszható legyen, ahhoz kellene F5-ös vagy F4-es repülhető. De F4-esek jók. De hogy még odáig sem mentek el, hogy a S4-esnek csinálnak egy új modellt, hanem a Planker 2.5-ből származó ezer éves szar modell van még az AI-nak is. Mivel kell ledobni a fegyvereket, nem emlékszem? Hát azért nem, mert minden át van konfigurálva. Jó. Hopp, egy Su-34-es besugároz jobb. Ho-ho! Elkapjuk? Nem, mert megnéztem F2-ben és lent áll a repülőben. Ah, oké. Okay. Missy Runway 08, takarodj már, nem onnan jövök. Ez is például egy olyan dolog, hogy így miért nem szállhatok le a másik irányból? Hát leszállhatsz, csak nincs ILS. Igen. Hát ez amúgy az életben is sok helyen van így, de nyilván nem ennyi helyen DC-ben mindenhol, hogy csak egyik irányból van a jeles. Felhívásra ugyanolyan a jeleszek vannak, tehát van amerre szemkat 2-es van, van amerre meg ez a kat 1-es, nem tudom, valahogy így. És talán az egyik irányból még ILS, nem tudom, különbségen nem volt. Jó, most nem fogja megadni a landolásra ezért, mert nem arról jövök. Hát ez legyen az ő gondja, attól még mi leszállhatunk. Ja. Nem szoktam figyelembe venni a... ezért... AI irányítást, mert hogy jaj, alfasz. Alapvetően igen, tehát az a két ember egyszerre fölszáll, és akkor így jaj, ne, állj meg. Hát igen, meg kiadja az engedélyt, meg na mindegy, szóval... Ennél szarabb már csak a FS 2004-ben volt, ahol gyakorlatilag bármit engedett. Tehát volt egy Cessna-nál iskra köröztem felé egyen a jumbók között, és persze, menjél! Oké, okay, jó lesz. Tehát, hogy így az van lemodellezve, hogy így magnóról visszamondja a felvételeket, de valójában nem irányít. Hát, igen. Guru kapitány megérkezett. Zsír. Friss levegőt beengedünk. Kurva kenapitos, semmit nem látok átrafelé. És persze hova rakták a tükröket a kenapira? Hol máshol. Ja. De nem az a baj, hanem bekapcsolod, és megeszi az FPS, úgy itt nem tudom, mi történik volna. Ja, a tükröket? Igen, hát az... Nekem 970-es GTX van benne, és basszus, ez egyszerűen ilyen 20 FPS-t leesik, ha bekapcsolom. Szóval szerint, tényleg lettem, hogy egy ilyen FPS-t megszerettem. Meglettem, ha megszerettem, hogy egy volt, használtam. Aztán kiderült, hogy na, ezt az egy kártyát, ezt valamiért nagyon nem szereti a DC. Úgyhogy az 5850-es Atim tudott vele ilyen 21-22 FPS-t.
ez tud ilyen 32 FPS, kivéve ha szemetonyál vagyok, mert ott ugye tud elhívni. Ja. És ez ugye a jó időben kategória. Ja. Hát mondjuk ennek, hogyha single playerbe tolom, és azért minden fúra van húzva, és bekapcsolom a tükröket, akkor ilyen azért van, akkor ilyen 40 FPS. Hát az már úgy játszható. Mennyi most ez a kártya ugyanaz? Hát most olyan 110 körül van. Tudod, majd egy ilyet. Na jó. Na hát ez egy nagyon zsigű baba volt, köszönöm szépen.